szegfű, a rózsa és az orchidea volt a legkeresettebb virág a vásárlók körében. Az árak igen szélsőségesek, 100 dinártól 3000 dinárig terjednek. Az árak, azok milyenek? Megtartották a tavalyi évi árakat, vagy emelkedtek? Nem emelkedtek a tavalyi árak, sőt, még a, mondjuk a cica az már elfogyott, ami volt. Tavaly 700-é adtuk, az idén 500-é. Vásárlók vannak? Hát igen, vannak. Vannak olyan visszajáró vásárlóink is. Hogyan ünneplik önök a nőnapot? Hát otthon így szerényebben vannak ilyen nőnapi bulik, hát az asszonyok spórónak azt mondják, nem menjünk. Hiába akartuk csasztizni, de megelégszenek egy kis virága is. Drága a virág a piacon? Hát 100 dinár, 150-200 dinár, gondolom aránylag normális. No, nem mondhassuk, amilyen drágaságban ahon képes maradtak a tavalyi árak. Bő a kínálata a magyar kanizsai virágpiacon, de a vásárlók inkább csak nézelődnek, és jól meggondolják, mennyit költsenek virágra. Virágot is vásárolt nőnap alkalmából. Hogyan ünnepli a nőnapot? Egy részét vidámabban, másik részét kicsit szomorúbban. Boldogult feleségemnek is. Viszek a temetőbe, meg rokonságba, lányomnak, és akkor így. Ez egy mindennapi szokás, vagy csak így nőnapkor? Hát nem éppen mindennapi, van ilyen, hogy születésnap, névnap, arra is szoktam néha virágot venni, meg pár kedves szóval. A nemzetközi nőnapot az ENSZ a világnapok között tartja számon.